még az utolsó simításokat végzik ezen az épületen Apagyon. A helyi kenderáztató tó körül hamarosan véget érnek a munkálatok. Ebben a szociális épületben többek között mosdók kapnak majd helyet. A tó körül esőházak, tűzrakóhelyek épültek, és új stégeket is kialakítottak. Folyamatosan fejlesztettük a tó környékét, útépítése került sor, kivezettük a vezetékes ivóvizet, és igyekeztünk minden pályázati lehetőséget megragadni. A legutóbbi toppos pályázati lehetőségünk keretében a fejlesztési ügynökséggel közösen meghirdetett pályázaton további fejlesztésekre került sor. Szociális blokkot építettünk, esőházakat, felépültek a esőházakban a különböző berendezések, padok, stégek épültek a tó környékén, és a sátortáborban szintén kapcsolódik a tó területéhez, megépítettünk egy játszóházat. Tűzgyújtóhelyek kerültek kialakításra, tehát ez mind a ide látogató horgászok, illetve a kilátogató családoknak, vendégeknek a ellátását javítja, és biztosítja a zavartalan horgászatnak a feltételeit. A fejlesztéshez szükséges forrást uniós támogatásból finanszírozták. Ez egy 120 millió forintos nagyságrendű beruházás volt, ami 100%-ban uniós forrásból valósult meg. Az önkormányzat csak egy minimális összeget kellett a tervezés, illetve a pályázat előkészítés során hozzátenni, és bízunk abba, hogy december végére rendelkezünk a használatbavétel engedéllyel, és zavartalanul el tudunk számolni a pályázati forrásra. A tó működtetését több mint 15 éve az Önkormányzat Horgász Egyesülete végzi. A szervezet jelenleg 134 tagot számlál. A tavat évente közel 6000-en látogatják.